És hogy a nagy barna medvét időben észleljük, a szemünk egészségére figyelünk mindjárt. A rovat támogatója a Hoya Magyarország. Szemtől szembe. Látáspercek a Hoyával. Azért bizony úgy 40 éves kor után észrevesszük, hogy a korábban egyébként jól látó embereknél is az olvasás egy kicsit, mintha úgy megváltozna a betűknek a mérete, és egy kicsit próbálunk a távolságon valahogy igazítani. Ez a jelenség természetes, ez a megnyugtató része, az már kevésbé, hogy mondjuk egészen a fejfájásig elmehetünk vele, de hogy konkrétan mi okozza ez a köznapi nyelven öregszemnek nevezett időskori távollátás, ezt tisztázzuk most dr. Ácsné Szepes Krisztina látszerésszel, jó reggel, és Cserta János optometristával. Jó reggelt kívánok. No, ugye ez a presbiópia a szép hivatalos neve ennek a dolognak. Ez mit jelent pontosan? Tehát ez egy teljesen természetes élettani folyamat, amely ugye 40-45 éves korunk környékén kezdődik el. Így gyakorlatilag arról van szó, hogy szétválik a távoli látásunk a közeli látásunktól. Ennek az az oka, hogy ugye az életkor előre haladtával a belső szemizmaink és a szemlencsénk fokozatosan veszti el a rugalmasságát, alkalmazkodó képességét, tehát azon képességünket, hogy közelre élesen lássunk. Tehát akkor ez egy természetes ez dolog. Ez egy teljesen természetes dolog, nem betegség. Még azoknál is, akik épp az ellenkező irányú szemproblémával küzdöttek az megelőző években? Igen, gyakorlatilag a távollátás és a közellátás külön válik, ahogy a kolléganő is mondta. Annak, akinek távolra kellett szemüveg, annak valószínűleg vagy erősödni, vagy csökkenni fog a dioptriája attól függően, hogy mínuszos vagy pluszos volt, de semmiképpen nem fog avval a dioptriájával látni közelre, amivel eddig távolra látott. És mik azok a tünetek, most egyszerűnek hangzik a kérdés, de amikre mégiscsak oda kell figyelni, hogy ideje ellátogatni egy szemészetre? Tehát mikor olvasunk, akkor ugye a betűk életlenné válnak, homályosabbak lesznek, és az addig teljesen természetes cselekedeteink, például az, hogyha csörög a telefonon, megnézem a kijelzőjét, ugye gondot kezdenek okozni, és hát ugye ebben az esetben kezdünk el úgymond, hát viccesen szóval trükközni, mert felnagyítjuk a telefon kijelzőjén a betűméretet, ugye egyre távolabb tartjuk az olvasnivalót, gyakran halljuk azt, hogy ugye már nem elég hosszú a kezem, tehát ugye nem látom rendesen, és ilyenkor célszerű arra gondolni, hogy esetleg ellátogassunk egy szemvizsgálatra. És milyen egyéb okok állhatnak a kor előre haladtán kívül ezek mögött, a változások mögött? Igazából néhány szembetegség is belejátszott, de ezek már nem a presbiópia, nem az úgymond öregszeműséghez tartoznak. Ez már betegség, ezt már kezelni kell, nem elég egy szemüveggel vagy valamilyen látásjavító segédeszközzel javítani. És akkor keressünk megoldást. A modern tudomány mi mindent kínál ebben a tekintetben? Hát ugye a legegyszerűbb és a legkézenfekvőbb megoldás egy jó szemüveg. Itt is azért van választék, hiszen a presbiópiát nagyon jól tudjuk korrigálni egy sima olvasó szemüveggel is, ami ugyan biztosítja az éles látást közelre, tehát olvasáshoz, de hátránya az, hogy abban a pillanatban, hogyha távolabbra nézünk az olvasó szemüvegünkben, akkor ugye azonnal homályos látást kapunk, és ezért szokott az nagyon gyakran előfordulni, hogy letoljuk az olvasó szemüvegünket az orrunkra. Lesünk fölötte, vagy ilyen egészen fölötte. Igen, kicsiket. De akkor is egy kényszertartást veszünk föl, aminek ugye megint megvannak a következményei, tehát esztétikailag sem, meg optikailag sem jó megoldás. Na most nyilván a tudomány azért kínál más lehetőségeket is, úgyhogy fejlődött ezen a téren, és ugye tudunk is mutatni, az imént látták a nézők néhány szemléletes ábrát. Hát igen, már az, hogy közelre lássunk élesen, ez egy nagyon régi igénye az emberiségnek. Az 1700-as években már Benjamin Franklin feltalálta a bifokális szemüveget, viszont ez nem a legjobb megoldás a mai világban, abban a környezetben, ami körbevesz bennünket. Tehát, hogy a szemüveg egyik részével néztünk távolra, másikra közelre. Éles választóvonal volt a távoli és a közeli dioptria között. Ma már ez a választóvonal eltűnt, a multifokális lencséket fejlesztették ki. Az új generációs multifokális lencsék nagyon jók. Nincs ez az éles választóvonal, nincs képugrás, és nem csak távolra és egész közelre látunk, hanem a kettő közötti köztes zónába, ami a mai világban nagyon fontos, hiszen rengeteget használunk számítógépet. A kocsiban a műszerfal, a GPS, minden már ebben a környezetünkben, ebben a távolságban van.
és ide is most már ezzel a köztes résszel élessel látunk. Ezeknek a lencséknek van ilyen perifériáris része, teljesen a lencse alján, két oldalt, orr és hollánték felé. Ez nem ad tökéletes képet, de ezt még nem is használjuk. De ez akkor azt jelenti, hogy meg kell szoknia a szemünknek, hogy egy kicsit igazodjon ehhez az érdekes elrendezéshez, vagy ehhez az új technológiához? Körülbelül egy 2-3 napos tanulási folyamat maximum ez, amíg megszokjuk, hogy milyen fejtartást kell felvennünk akkor, hogyha bizonyos távolságokra nézünk. Ez rutinná válik, természetes, és innentől kezdve semmi problémát nem okoz. Na hát nyilván számtalan kérdés még itt felmerül, hogy hogyan is szokja meg a szem, meg egyáltalán hogy néz ki egy ilyen lencse, de ezt a következő beszélgetésben megírjuk, hogy tisztázunk. Majd köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Szemtől szembe. Látáspercek Ahojával. A rovat támogatója Ahoja Magyarország.